Ha ezt a videót látod, az azt jelenti, hogy rá tudtam venni a YouTube szerzői jogi irodájában dolgozó gennyedzőkkel és hegyi trollokat, hogy ne csapják le a videóm. Yeah! Készen álltok? Készen álltok egy old school hírügynökséges kamera előtt se vagyok annyi minden mondani valón van féle kritikára? Készen álltok egy mélyrepüléses, részletekbe menően túlelemzéses, ultra, mega, halál, király, kriti... Nem. Nagyi, nem állnak készen. Jaj, nem baj, azért csak basszod a nekik aranyom. Igenis! Jöjjön az Avatar, az utolsó léghajlító film nyilvános keresztre feszítése. A léghajlító, melyet ezentúl csak így röviden fogok hívni, mert tudjátok, hippikék, macskák, meg minden ilyen csoda, egy egyedi szinten fenomenális rajzfilm sorozat. És ezt az állítást a végignézése után egy szóban összetudom foglalni. Mélység. Bár technikailag nem anime, rengeteget merít a művészeti ág vizuális eszközeiből és látványvilágából. Bár technikailag amerikai, fenomenálisan gyúrja össze az ázsiai, indiai és inuit kultúrák vallásfilozófiai, történelmi és mozgásvilági jellegzetességeit. Bár technikailag javarész gyerekekről szól, a karakterek kidolgozása olyan példátlanul részletes, hogy igazából nehezen találhatnánk élő szereplő sorozatot is, akár mely szintekkel túltesz rajta a szereplők jellemkidolgozása terén. Bár technikailag egy rajzfilm, gyakorlatilag segget rúg pont MPG. Ja, és persze ezt sokan alapnak veszik, de vegyük észre, hogy az átlag gyerek rajzfilm annyira veszi komolyan a közönségét, hogy You hear that, Patrick? She'll use her mermaid magic to turn us into men! Hooray! Szóval ez nagy szó! Ténylegesen és általánosan az egyik legjobb sorozat, amiben bele tudtam tekinteni. És pont emiatt megértem, hogy a sorozat rajongói szent okkal és felkent áhítattal gyűlölik a filmet, melyet nem más, mint a Shyamalan Party készített nekik ebből az alapanyagból. De srácok, srácok! Meg kell értenetek! Az adaptáció nem egyenlő a fénymásolással. Csak azért, mert a léghajlító film nem ugyanolyan, mint a sorozat, még nem lesz rossz. A léghajlító film maga, mint külön értékelendő entitás, a rajzfilmtől teljesen függetlenítve is elbaszott kínos. De őszintén én nem emlékeztem rá, hogy ez ilyen minősítetetlen. A rajzfilm ismeretével ugyan kap egy extra vagont ez a gázmozdony, de önmagában is, te atyaig! Atya ég! Szóval, ha nem láttad a sorozatot, egyet se félj, nem maradsz ki a takonytenger hullámfürdőjéből. Jöjjenek akkor az összefoglalt érvek, hogy miért? 1. Mindenki töri tanár. A leglényegesebb probléma, hogy a film sarokba szorította magát a saját alapanyagával. Ahogy mondtam, az eredeti sorozat lassan, nyugalomban építette fel a kifogástalan méretű és mélységű szociális kapcsolati rendszerét, történelmi összefüggéseit és további bölcsész sznob fogalmait. A szezonokon át, függetlenül az eseményektől, egy részletes és izgalmas múltú világ bontakozott ki előttünk. Minden főbb kalandnak vagy konfliktusnak volt egy főcselekményszála, és volt rengeteg egy nagyobb összefüggés sejtető háttérbeli dimenziója. Így pedig rengeteg információ halmozódott fel, amit nagyon nehéz filmre vinni. Ezért pedig egy jó rendező finom expozíciós elemekkel, félmondatos sejtetésekkel, vagy akár kihagyásokkal mutatná be a részleteket. Ja! De hát ti minek nézitek Shyamalant? Nem egy targoncának! Egészen félelmetes, amit ez a tégely alkotói disznózsír művelt! Ahelyett, hogy finoman, lépésről lépésre vezetné be a nézőt a film világába, azt az utat választotta, hogy egy laza lendülettel kicserélte a párbeszédek teljes egészét töri órákra. Az elhangzó mondatok 90%-a háttértörténet! Nincs egy pillanat, amikor egyik karakter se tartja a kultúrtörténeti doktori disszertációját a mellékmondataiban. Atyai, mi ez? Ez kérlek a híres szörmézet Hot Zeppelin. A 10. Avatar idején haltak ki, de az északi területeken pár kolónia még túlélt egész... Fogja már be a beatboxát, kisasszony! Ez nem szövegkönyv, ez kötelezők röviden. A film, mint művészeti ág, optimális esetben inkább mutat, mint sem mond. Ebben különbözik a könyvtől, a zenétől, meg a szabadon értelmezhető kortárs szívinfarktustól. De itt az egész stáb egy csapat két lábon járó Wikipedia cikk. 2.
anyátok. Nézzétek, az kétségtelen, hogy a törilecke is lehet érdekes, ha izgalmas karakterekkel tömik tele. Mind szubjektív lények vagyunk, egy szerethető karakter, egy szerethető jellem szemeink keresztül empatikus élményeket tudunk tulajdonítani, akár a nyers információnak is. És ez jó és fontos, mert így lesz a filmművészet akár kultúrákon átívelően tartalmas szórakozás. Na most a léghajlító film ennek a felfogásnak a koporsóján szeretkezik. Töri óra van! Narrációs magyarázat van, de karakterkidolgozás, és ezt most túlzás nélkül halálkomolyan mondom, gyakorlatilag egyáltalán nincs. Ezek az emberek üresek, mint a női mosdó egy Ákos koncerten. Ang elfben egy megszeppent messiás, akit szörnyű bűntudat nyomaszt sorsa súlya miatt. Ang a gyakorlatban viszont egy egyszemélyes flashmob. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Katara elfben egy bátor harcos lány, akit ébredő anyai ösztönei és egy szebb világba vetett hite vezérel. Katara gyakorlatilag viszont... Sokka elfben egy srác, aki... van. Sokka gyakorlatilag viszont bazd meg nincs. Ez a gyerek nincs ott a filmben. Ott van a filmben, de nincs ott. Nem, de tényleg, ki lesz olyan bátor, olyan merész, olyan dőre, hogy mondd nekem egy jelenetet, amiben ez a srác nem egy falvédőszőnyeg. Na ugye? 3. A világ legrosszabb castingja. Belemegyek-e a rasszváltásba? Nem. Ó, nem. De tény, még mindig, ha egy film töri óra, ha nincsenek érdekes, kidolgozott vagy felismerhetően nem fali szőnyeg jellegű karakterei, még akkor is a rendező bízhat a felfogadott színészek előadói készségeiben. Bármilyen atomszar a forgatókönyv vagy a rendezés, egy jó színész még mindig meg tudja tölteni mélységgel és részletességgel a szerepét. De itt Shyamalama Ding Dong már kezdetből, röpstartból, félvárról leszarta az ilyesmit, és ugyan annak a Douglas Able-nek adta oda a castingolás feladatát, aki képes volt egy bögre savanyodott kakaót önteni egy sci-fi film főszerepébe. Ez a retteget Fire Lord! Ez a főellenség! Ez a portás! Olyan ijesztő, mint egy harcias kókuszgolyó, hagyjatok már lógva! És ez még semmi, a gyerekek. Uram, Isten, anyám, borogass, de borogass gyorsabban, anyám! Gyerünk, borogass! Olyan katasztrofálisan tehetségtelnek, hogy a poénok magukat gyártják. Menthetetlen kínosság a köbön. És ezért fog most mindenki meglepődni, mert ki fogom jelenteni úgy bizony, igen, hogy 4 tök sok minden, tök király. Szeretném felkérni a sorozat rajongóit, hogy húzzák ki a fejüket a saját segükből. Azt mondani, hogy menthetetlenül élvezhetetlen ez a film, totál baromság. A harci koreográfiák ugyan tényleg olyanok, mintha futószalagon szállítanák az ellenségeket, de kifogástalanul koreografáltak, változatosak és küzdősportosan elegánsak is. Aztán 6 éves koruk ellenére a vizuális effektek nem csak hogy gyönyörűek, de még ma is sokkal jobban állnák meg a helyüket moziban, mint az a répadús hányás, amit az egyiptomi istenek padlójáról töröltek fel. És tény, a felnőttek közül is páran tök jól hozzák a szerepeiket, sőt, igen, megkockáztatom, Dev Patel, Prince Zukoja kiforrott, megérthető karakter lett. Gyertek! Igen, nem ugyanaz, mint a sorozatban, messze nem, és sokkal kevésbé részletes vagy szerethető, de működött! Az Isten verje meg, tök működött. És végül valahogy a töri órák is megtették a hatásukat. Ami érték kinkeservesen át tudott szivárogni az alapanyagból a filmbe, az változatlanul tök izgalmas aláfestőzenét ad ennek a haláltáncnak. Mert összefoglalva, a filmnek nem az a baja, hogy rossz adaptáció, bár az. Nem az a baja, hogy nincs benne élvezhető elem, mert van. A filmnek az a baja, bazd meg, hogy olyan alapszinteken, mint a történetmesélés, a karakterkidolgozás és a casting egyszerűen agyrohasztóan borzasztó. A film mint művészeti ág és mint alkotás törzse, éltető ereje és lényege van takonyból. Szóval ja, ki kellett mondani az élvezeti értékeit, de emellett is bármilyen akciófigurával, tánclépéssel vagy konfettivel díszítjük fel, ez a film így is takony marad. Egy jele annak a fertőzésnek, amit csak úgy neveznék, Shyamalanfluenza. Ez volt tehát a léghajlító. És tudjátok mit? Köszönöm. Köszönöm, hogy ezt szavaztátok meg. Köszönöm, hogy kiköhöghettem magamból ezt a turhát, mert az a helyzet, hogy az én életem olyan vidám, felhőtlen és problémamentes, hogy néha kell, hogy valami fájjon, csak hogy a földön maradjak. De, komolyra fordítva a szót,
Azért is nagyon jól jött ez a film, mert emiatt meg kellett néznem a sorozatot, amit viszont abszolút tudok ajánlani. Remek szórakozás, mindenképpen nézzetek rá, bármelyik generációnak tartogat valamint, úgyhogy... Ja, amíg újra ágynak nem dönt a Shyamalanfluenza, én Szirmai Gergely voltam, vagyok és leszek.